közönség a csehországi Janusek Voroblevsky Quartet produkcióját is láthatta. A két nap során volt többek között kortárs zene, free jazz és elektronikus kísérleti zene. A helyi közönség mellett Magyarországról, Pozsonyból és Csehországból is érkeztek érdeklődők. Az improvizált zene befogadásához több mindenre van szükség. A nyitottság, és főleg az, hogyha beül az ember egy ilyen helyre, akkor úgy engedje el magát, engedje át magát a történéseknek, ugyanis ez nem mindig ritmusképletekre és dallamokra épülő zene, hanem néha érzelmekre, néha pillanatnyi érzetekre. Szerintem a legfontosabb az, hogy ember engedje át magát ennek a hullámzásnak, ami egy ilyen koncerten kialakul. A 2018-ban alapított magyarországi Nagy Emma Quintet szintén a fellépők között volt. Az együttes tagjai az Are You Free zenei fesztiválról már régebben hallottak, és örültek annak, hogy idén ők is felléphettek Dunaszerdahelyen. A zenei formáció énekesnője szerint főleg a járvány előtti időkig sikeres volt a tevékenységük. Lendületesen működött eddig ez a formáció. Nagyon természetesen jöttek így a lehetőségek, meg eddig minden fogadtatásunk nagyon kedves volt mindenhol. Szerintem így zeneileg is fejlődünk, meg élvezzük, amit csinálunk.